Szia Balázs! Szia! Szeretettel üdvözöllek az E-taxiban. Ciao. Közben kérlek a biztonságévet, kérek szépen egy úticélt, és már el is indulunk ezzel a környezetbarát autóval, kipufogógáz kibocsátás nélkül. Szuper! Az űrgemezőre szeretném a városi rendezvényre. Szuper, már el is indulunk, úton is vagyunk. Na hát augusztus 20-a egy jó többnapos buli nélkül, az kb. Olyan, mint egy születésnap torta nélkül, igen, szerintem. Igen, ugye igen. Hosszú ideje van már, hogy Magyarországon elkészítik a neveznek, pályáznak, és akkor a különböző cukrászatok elkészítik az ország tortáját. Hát idén ugye, aki lapozgatta a netet, augusztus elején láthatta, hogy nyert a mákvirág, ami igen. Ugye nem a mindenmentes, mert a mindenmentes ország tortája az pedig a zöld málna lett. Na kezdjük talán, én először leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy neked hogy tetszett a mákvirág? Nekem nagyon. Én már januárban igazából a Szíra rendezvényen vagy kiállításon maga az első fordulóján a versenynek ott részt vettem, vagyis hát így nézőként meg volt szerencsém meg is kóstolni az összes indulót. Nekem személyesen ez volt a kedvencem, és nagyon örülök, hogy így betalált az ízlésem is, meg hogy másoknak, a zsűrinek is ez a torta ízlett a legjobban. Nekem a maga egyszerűségével nyert el a tetszésem, hát nincs belezsúfolva túl sok különböző íz, túl sok textúra, tényleg így az én hitvallásomat is, hogy az egyszerűség, mert kevesebb néha több, így teljesen ránézésre is, és tényleg ízvilágra is, nem egy kavalkád, mint például volt azért idén is elég sok ilyen induló, aki mindent meg akar mutatni, és mindent belezsúfol egy tortába, és az általában nekem az annyira nem... Van ez, hogy túltolja, nem? Igen, és nekem az annyira nem. Ebben letisztult ízek vannak, a mákot amúgy szerintem, még ha sokan tagadják is, de szeretik. Aha. És szerintem nagyon finom. Mire számít torta. Csak, ha belekóstolok? Hát most emlékezetből kell mondanom, igazából meglepődsz azon, hogy nem édes a fehércsoki miatt, azért azt gondolnád, hogy túl édes, de szerintem nem. Nagyon jól visszavesz az édességből ez a fekete ribizlizselé, ami van benne. Picit elviszi egy ilyen fanyarabb, savanykásabb. Kicsit igen, de közben azért nem az a nagyon savanyú, van benne egy kis citrompüré is. Van benne ilyen meglepetés, ropogós réteg, az is már általában egy elvárás mindig az országtortákban, hogy különböző ilyen rétegek legyenek benne, de ezt se tolták túl, benne egy ilyen fekete szezámos grillásból készült ropogós betét van benne, akkor egy ilyen fehércsok is mascarpone mousse, szóval egy ilyen könnyen vágható, könnyen fogyasztható, és tényleg egy dekoratív torta. Megvágjuk, és akkor szépen látszanak ezek a rétegek. Igen, ez igen, egyébként igen. Ilyenkor ez elvárás, amikor ilyen pályázatot írnak ki, hogy mutasson is. Mutasson is, igen, meg ugye mindig van valami tematika, illetve hogy Magyarországon elérhető, és Magyarországhoz valamilyen formában kötődő alapanyagokból legyen, és ez idén is volt, illetve ilyen superfood kategória volt most, hogy azért egyre több ilyen superfoodnak minősülő alapanyag legyen benne, ilyen például ugye mák is. A mák is ilyen, igen. Te egyébként készíted a rendezvényre kilátogatóknak? Igen. Hát a cukrászdában is elérhető lesz ugye 19-től, illetve a városi rendezvényen is ott leszünk kitelepülésen, és ott is meg lehet majd kóstolni. Aki véletlenül lemaradna, 20-a után is betérhet hozzád egy szeletre? Persze, igen. Hát utána még ameddig, ilyen pontos időpont nincsen, de ameddig folyt, szóval egy ilyen karácsonyig, vagy tavasz elejéig biztosan fogjuk készíteni, de ha még tovább, akkor akár lehet, hogy ugyanúgy beépítjük a szortimentünkbe, mint az őrség aranyát, ami az is egy nagyon népszerű a mai napig. Profiként mennyire kihívás, vagy épp nem kihívás elkészíteni ezt a mákvirágot? Hát most őszintén annyira nagy kihívás már nincs benne szerintem, mert azért elég sok olyan fogás van benne, vagy hát hogy olyan nagyon nagy
extra tudásra nincs rá szükség. Technológiára van azért, hogyha nagyobb tételbe csinálja az ember, ugye nem egy darabot, akkor azért kellenek hozzá olyan gépek, amikkel sokkal jobb az eredmény, de olyan nagy kihívás nincs benne, hál' Istennek, most már szerintem erre is gondolnak, hogy azért augusztus 20-ára egy jó pár darabot megcsinál az ember, egy jó 100 szeletet, és azért ne legyen annyira túl kombinálva. Most már évek óta van tapasztalatod, ugye, mert a rendezvényen, az augusztus 20-ai az államalapítási ünnepek köré szervezett rendezvényeken mindig találkozhatunk veled és az ország tortáival. Szeretik egyébként a vendégek? Igen, mindig izgatottan várják azért, legalábbis így a mi vendégeink, és van, aki így nagyon megadja a módját, mármint, hogy akkor 20-a, kenyérszentelés általában ott van előttünk ugye a templomban, vagy a templomtéren, és akkor ehhez hozzá kötik, hogy akkor utána beülnek egy kávéra, és akkor egy ilyen ünnepi hangulatban akkor megkóstolják az országtortákat, akár így, hogy elfelezve, vagy egy-egy szeletet, szóval, hogy vannak kimondottan ilyenek, vannak, akik inkább elviszik, de vannak olyanok is, akik kimondott a másik településről jönnek hozzánk, és akkor úgy visznek el, vagy fogyasztják itt helyben, hogy megkóstolhassák. Na, ezt örömmel hallom. És hát a mai beszélgetésünknek, illetve az utazásnak van egy másik főszereplője is, ugye a zöld mána, mert hogy van mindenmentes ország tortája is. Igen. Azt is készíted? Igen, azt is szoktuk általában párhuzamban. Az ugye a zöld málna, hát nem éretlen málnából, de rendes málnából, de még ilyen megtévesztő. Igen, hogy ez most éretlen málnából készül. A zöld, ez igazából a pisztácia habra, a krémre utal, hogy ez egy ilyen pisztáciás málnás. Igen. Mint alapanyag, elképesztő. Hát ez egy ilyen biztos befutás volt, aha, mondjuk így, hogy azért a pisztácia málna az mindig jó kombó. Igen. Akár fagyiba, akár sütiben állunk is nagyon népszerű. És kicsit még meg van bolondítva egy ilyen rózsavízes málnás áthúzóval, ami még egy kicsit ilyen pikánsabbá teszi a tortát. És akkor ezek szerint ezt is kóstoltad már az év elején? Ezt nem kóstoltam, mert ez egy másik verseny keretében ezt nem a Magyar Cukrászipar Társulat, hanem ezt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány zsűrizi, és aznak keretében lett a nyertes. Ezt nehéz elkészíteni? Hát igazából ugyanúgy, majdnem, hát nem ugyanaz, de hasonló a felépítése, mint a mákvirágnak. Itt maga a mentesség miatt, hogy különböző cukoralkoholokat, vagyis ilyen édesítőszereket kell használni hozzá, de igazából megvan adva a recept, az elkészítési leírás, így szerintem senkinek nem okoz problémát. Uh-huh. Egyébként ez a pisztácia és málna, ez számodra kedvelt ízvilág? Igen, én is nagyon szeretem a pisztáciát és a málnát is. Én felőle mangós is lehetne, mondjuk, aha, ugye Magyarországhoz nem köthető, de szerintem az is nagyon, nagyon finom és érdemes megkóstolni, aki nem diétázik, vagy nem ételallergiás, annak is. Na, ezt is örömmel hallom. Még arról mesélj nekem, légy szíves Balázs, hogy van-e esetleg az elmúlt időszakból kedvenc ország tortád? Ugye volt Dunaföldváron és a Boldogasszony csipkéje, nem kellett messzire menni. Igen, igen, igen. Norbi készítette azt akkor, az neked ízlett egyébként? Vagy az is kedvence? Nagyon finom volt. Tavaly ugye a spicces füge volt, spicces abba ugye alkohol volt. Igen, igen, igen. Volt akkor a Huncucilva herceg, ez ilyen szilvás vörösboros volt. Nekem az Őrség aranya a személyes kedvence. Lehet, hogy azért is tartottuk meg, de vendégeknek is nagyon, mert ez mind külsőre visszaadja maga az ország torta elnevezést is, ugye, ahogy látszódik a piros-fehér-zöld sáv benne, illetve ízre is egy ilyen újítás, hogy tényleg a tökmagot és a tökmagolajat behozni a cukrászatba, hogy
hogy... Egy kis különleges kis fordulat talán, igen. Nem? Igen, és ez is egy nagyon finomos, mai napig szerintem megállná a helyét a versenyben is, illetve tényleg így az emberek ízlésének is teljesen megfelel. Meg is éheztem valami nassolnivalóra. Lehet, hogyha leáll az e-taxi, akkor megyek is, és harapok valamit. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk utaztál. Köszönöm szépen. És akkor hát én sok érdeklődőt kívánok az ország tortájához és az ország cukormentes tortájához. Köszönöm. És neked meg jó munkát. Köszi. Köszi. Szia. Hello. Szia.